Sziasztok, Ilyes Ferenc vagyok, nézzétek ti is Zeneshow TV-t. Nagyon nehéz mérkőzés volt. Erre is számítottunk, mert ez a Prešov nagyon jó csapat, hogy évek óta próbál bejutni így a legjobb csapatok közé, és már azért voltak olyan mérkőzések, ahol nagy csapatokat megfogtak, és mi korábban is, amikor Magyar Bajnokságban játszottak, nagyon kemény mérkőzéseket játszottunk itt. Erre is számítottunk. Azt gondolom, hogy talán egy picit a fél időre mutatta azt, hogy 4 góllal vezettünk, az, hogy mennyire kemény és szoros volt a mérkőzés, de a második fél időben ez már visszajöttek, hiszen lőttek egy pár gyors gólt. Ez nagyon fontos volt a részünkről, ez a két pont, hiszen ugye első terjesztőjük az, hogy tovább isunk, aztán majd meglátjuk, hogy hányadikként, de itt azt gondolom, hogy átnak is nagyon nehéz dolga lesz, és itt bármi lehet az ő meccsükön. Úgyhogy ez azt mondom, hogy mindig azt mondjuk, hogy lépésről lépésre haladjunk, és menjünk szépen a céljaink felé. Mondhatjuk azt viccit, hogy ez egy másfél lépés volt ahhoz, hogy az elsődleges célunkat elérjük. Nagyon nehéz volt, azt kaptuk, amire vártunk. Rengeteg lövés jött kapura az első fél időben, hála Isten meg tudtuk állítani őket. Mindig voltak olyan szituációk, amikor nem tudtak közelebb jönni hozzánk, mi pedig szépen el tudtunk lépegetni. Az első fél időben is voltak olyan szakaszok, amikor még több lehetett volna a különbség. A másik fél idő elejét nagyon jó kezdte Zeperjes. Szépen ránk jöttek, talán X is volt, de annak örülök, hogy a csapatban mindig volt valaki, aki hozzátett és nem tudta átvenni az Zeperjes a vezetést, mert akkor ők ugye belekerültek volna egy olyan hullámba, ami egy pozitív hullám, mi pedig sajnos egy negatívba, de ez nem következett be, hála Isten. Ezeken a mérkőzéseken, amikor ilyen komoly mérkőzéseket játszunk, akkor előjönnek a hibáik. Mik azok, amiket még kell javítani, és ez nagyon fontos, ugye azt mondom, talán esetleg, hogyha gyengébb csapatokkal játszunk, akkor könnyebben megoldjuk a feladatokat. Viszont itt egy ilyen mérkőzésen apró hiba is nagyon sokat számít, és ha csak egy picit arrébb állunk, ahol kellene, és ez pontosan arra jó, hogy a végén, amikor esetlegesen csattania kell majd az ostornak, akkor addigra ezeket ki tudjuk javítani. Veretlenül első helyen fordultok, ez gondolom elég komoly erőt ad az EHF kupás folytatásra, és önbizalmat adhat a Csurgó és a Veszprém elleni rangadókra. Így van, önbizalmat mindenféleképpen adhat, de pont ez az előny, amit nem szabad otthon, illetve olyan mérkőzéseken nem szabad elbuknunk, ami kötelező módon kell hozni. Úgyhogy erre nagyon-nagyon szeretnénk odafigyelni, szeretnénk 100%-osak maradni, bebiztosítani magunkat az álmunk eléréséhez, és az nyilván a csoport elsőség. Két olyan mérkőzés számunkra, ami nagyon fontos, ugye a Csurgó idegenbeli mérkőzés nagyon komolyan kell venni, hiszen kötelező győzelem, mert a visszavágó nem szabad engedni, hogy esetlegesen beleszaladjunk egy zakóba. A Veszprém meccs ugye meg az a év rangadója, nyilván most idegenbe megyünk, ez nagyon fontos nekünk.